Mit csináltak ott korán reggel? Vadásztok a kukásokból. Meg kávézok. Jó reggelt! Úgy indul itt a nap mindig vidéken, hogy Oliver várja a kukásautót akkor is, ha nem jön. Már ma szerencséje van, jönni fog. Valaki meg ilyenkor kint kávézik vele. Átvert titeket a kukásautó? Én nem tudom, hol késlekedik. Már rég itt kéne lenni. Jó reggelt! Ciao! Ti a commenta! Ja! Oliver, nézd meg, villog a teteje is! Sziasztok! És hát ez a brutális kukásautó mánia szerintem minden gyereknél megvan, de mi azért erre még ráerősítünk, mert amikor Rolinak vannak a kis mesepercei, akkor Hank és a kukásautó mesét szokta nézni a Netflixen angolul, és a kedvence nagyon szereti. Mit szeretnél megnézni? Popó. Micsoda? Popó. Azt jelenti a popó, hogy fordítsam az Oliver nyelvet, hogy pocsolya azt jelenti? Szereted a pocsolyákat? Bekapcsoltak a popó érzékelők. Merre van a popó? Indulás! Popó! Indulás! Akkor gyorsan, gyerünk, gyerünk! Mutasd meg nekem, hol van! Hol látod? Hol van a popó? Jaj, már én is látom! Nyomás! Futás oda! Jaj, ne told el, Oliver! Ne told el a kukát! Jaj! Egyébként egy szép szakma, szóval nincs ezzel semmi baj. Nagyon ügyes vagy, bár nem túl hatékony, kicsit lassú. Kukafogósat játszunk. Úgy lehet Oliverrel haladni, ha kukáról kukára. Na, az is megvan! Hol van a következő kuka? Indulás! Az is megvan! És hol van a következő kuka? Nehogy kihagy véletlenül egyet. És hol van a következő? Ja, oda jött egy kis cica! Gugolj le! És szép lassan... Jaj, de aranyos! A kuka érdekesebb. Kapd el! Most pedig jöjjön a pocsolya! Pocsolya! Juhéj! Na ezért szeretek én nagyon vidéken lenni, és ezért vágyódom ki valahova az agglomerációba, vagy nem is tudom, de ilyet a belvárosban nem lehet csinálni Pesten. A cicának magyarázol? Lassan! Kemény estéje volt a csapatnak, úgyhogy nem csodálom, hogy kidőltek, ráadásul 3-4-6-kor már kelni kellett, mert vártuk ma a kukásautót, ezt láttátok is. És én is ledőltem pihenni, de annyira sütött be a nap az ablakon is. Egész hétvégére ilyen ramagy időt mondtak, és lelkiismeret furdalásom lett, hogy miért alszok, úgyhogy inkább eljöttem edzeni. Úgyhogy megmutatom, hogy milyen is az állapotom. Inkább meg sem mutatom, mert hát ramagy. Ugyanis épp hogy meggyógyult a lábam, de volt egy forgatásom a férfi kajak 4-essel, ahol is részt vettem az edzésükön, és hát egy húzóckodásnál akasztottam magamra extra súlyokat is, azt el se kell mondanom, hogy előtte nem nagyon terheltem meg magam ennyire, és meghúzottam, úgyhogy láthattátok Instagramon a sztoriba többször is, hogy gyógytornászhoz járok, és kaptam ilyen kineziótépet, meg köpölyöztek, ami nagyon jól sikerült egyébként, de most hogy megint egy kicsit ilyen felépülőben vagyok, úgy látszik ez egy ilyen év lesz. We'll be right back.
abszolút a húzózkodás az egyik kedvenc gyakorlatom. Mindegy, egy egyszerű tényközlés volt. Viszont a húzózkodás mellett imádok kézen állni. És most ezt a felvételt így veszem fel. Na nézzük, meddig tudom tartani. Oh, ne! Sajnos csak ennyi ment. Na itt a gyakorlatok között nyomom a pihenést ezerrel, és kiraktam tegnap egy képet Olikáról, lehet már itt a baj, és jött egy érdekes komment, hogy miért van Oli többet a pécsi nagyszülőkkel, mint a gyulaiakkal. Pécsen folyamatosan többet vagytok, akár ünnepnapokon, akár máskor. Hogy ez egy, ilyenkor azért egy kicsit elgondolkozok az internetes jelenlétemen, hogy az utóbbi időkben nem is vagyunk annyira itt szerintem. Videók sincsenek, ilyen családi videók, az Instán is próbálunk kicsit ilyen más jellegű tartalmakat feltölteni, hogy köszönöm szépen előre is, hogy így megvédtek, de hogy attól függetlenül nem látod, hogy eszünk, mi attól még eszünk, sőt még WC-re is járunk, és mikor nem is posztoljuk ki, rengeteg oka lehet azért annak, hogy úgy tűnik, hogy Pécsen többet vagyunk. Odafigyelést is köszönöm, hogy így a kettő fél között az igazságos arány meglegyen, de lehet, hogy valaki nem szeretne annyit szerepelni, lehet, hogy múlt héten is voltam egyébként Gyulán, és arról sem csináltam semmilyen tartalmat. Tehát millió oka van ennek, és szerintem ilyen mélységig így nem menjünk már vele senkinek az életébe se. Tudom, hogy ez ezzel jár, mert kitesszük a kirakatba, most is láthattok egy csomó mindent, de el is gondolod, mert tényleg úgy látszik, hogy valahol többet vagyunk, de hogy még fogod is vagy veszed is az energiát, és le is írod, és ez tényleg ilyen, majdhogy nem ilyen támadás szintű, mert egyébként már üzenetben is írták ezt nekem, hogy már több csoportban is ezt beszélték, hogy mi lehet ennek az oka. Na ez igazán magánügy, de ja, közben meg, hogy itt mondom, hogy magánügy, mégis ja, egy csomó mindent megmutatunk. Nem tudom. Köszönjük az aggodalmakat, meg az odafigyelést, ezt majd mi tudjuk. Na, inkább mutatok valamit. Mindig a hülyeség jár az eszemben, meg ez a hinta. Végre felépültem, úgyhogy ilyenkor mindig kell valami újdonságot csinálni, és már több videóban is láttam, hogy ilyen hintából ki lehet hátraszaltozni. És most, hogy úgy viszonylag rendben vagyok, meg szeretném ezt próbálni, aztán első kézből fogjátok ezt most látni. Na, szerintem itt jó is lesz. Na és az a terv, hogy most veszek egy kis lendületet, és valahogy hátra szaltózok. Ú, atyaég, ez para! Ez az! Tökrég nem csináltam már itt sima talajon se, úgyhogy ez most meghozta a kedvem. Lássuk! Megvan! Azért ez szebb volt. Na, elégedett vagyok ezzel is! Hú, de baromi jól esett ez az egész, úgyhogy csak azt tudom nektek javasolni, hogy mozogni, még ha mindenki el is engedte, hogy idén nyáron nagy formában lesz, amit meg is értek, ráadásul melegbe még nehezebb kimenni sportolni, de tényleg sokkal jobb kedvetek lesz tőle, sokkal jobb lesz a napotok és az életetek, úgyhogy mozogjatok sokat. Na de vajon felébredte a csipet csapat? Hogy megy a repülő? Azt a mindenit! Anya, hogy csinál a repülő? Júj! Jaj, hoztad nekem? Köszönöm szépen! Jaj, majdnem. Bömbölő! Na és hát még egy instás meglátás, ugyanis Rami kirakott egy képet,
És egyből írták, hogy... Nekem is. Neked is értek? Persze. Mert itt a fejtemlen, itt az M-es, nem tudom milyen jel. És hogy lecseréltük az Audit meg... Mi van az autóval? Rossz az Audi? Csere autó? Meg új autó? Hogy igen, miért? Hova került? Meg blablabla. Bla, bla. Ilyenek. És nem, igazából ez egy csere autó. Mi történt az Audival? Jaj, most komoly, ez egy ilyen azért, vallatás. Vagy beismerés nekik? Vagy neked? Hát... Rosszul fordultam ki a parkolóból, és meghúztam az oldalát. Képzeljétek el, hogy a szeretett családi autónkat Rami jól meghúzta. Ja, Istenem! Nem egy nagy karandán, de egyébként nem sérült meg senki. De az autó igen. Az autó igen, aki szinte családtag egyébként. És most fényezőnél van, úgyhogy most ez van. Ennyi a történet, hogy ez egy csere autó. De igen, én voltam, szánom bánom, figyelmetlen voltam, de jól vezetek. Na jó, jól kivágtad magad ebből, de hogy ez nem egy ilyen, nem ilyen számonkérésnek hoztam ide. Ah, persze. De ugye, hogy jól vezetek? Nagyon jól vezet. Szóval nem ez a lényeg, nem ez számít. Meg nem ezen múlik, nem, hogy hogy vezetek. Az, hogy nem ezen múlik. Rami egyébként tényleg nagyon jól vezet, sőt, még azt is megmerem kockáztatni, amikor összejöttünk. Nem ilyeneket nem mondok ki. Jobban vezettem, mint te. Városban sokkal jobban vezettél, mert én Pesten nem vezettem még sokat, és Rami a rutinos pilóta volt még a kis mítójával. És egyébként meg azért nem vezettem olyan jól az Audit, mert sohasem engedsz vezetni. Most látszott, hogy nem figyelted arra, amit mondtam. Mit mondtál? Tudtam, hogy már valami máson gondolkodsz, és nem mit hallod. Mit mondtál? Hogy sosem engedsz vezetni, és azért nem tudom jól vezetni még az Audit. Ez nem igaz, csak én vezetek mindig. Erre nem ragadtál az előbb. Inkább az van, bocsánat. Hogy le van osztva a szerep, és mindig te vezetsz, mert mindig én alizok. Igen. Közben más színű is lett a pólunk, na de ebből lehet, hogy következhet, hogy akkor lesz Audi bemutatós videó, Rami? Nem. Biztos kérdezni fogjuk. Nem lesz, miért? Nem akarsz, nem. De ez milyen válasz, hogy nem akarsz, nem? Akkor ne kérdezz tőle, lesz? Jó, nem tudom, hogy lesz-e, már 2 éve van nálunk, de igazából vannak benne kedvenc funkcióim, lehet, hogy egyszer megmutatom. De ma sem ez az a nap. Viszont ennyi is volt ez a napi vlog, örülök, hogy kamerát foghattam a kezemben, és mindig rájövök, hogy milyen jó is egy ilyen vlogot összerakni. Reméljük több lesz. Reméljük, ezt most már nem ígérgetjük, mert aztán nem jön össze. Ja, és hát reméljük, hogy tetszett ez a videó, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel Rami csatornájára. Köszi, sziasztok! Sziasztok!